Szezán Tárúj. Bizony, Szezán Tárúj. Újra itt vagyok, hogy kinyissam a szlovákiai magyarság kincses ládáját, és megmutassak mindenkit, aki tehetséges, aki újító, aki példaértékű, és aki fenomenális. Szóval belevágunk a Laboda második évadal. 1-2-3, szólj! Na, mikor alakult a Csali? Bocsánat, hogy hívják Benny Hill Show-ba. Na, még bele kell jönnöm, de egy kis baki mindig lesz. De ettől lesz életszagú az egész riport. Ezután is minden egyes adásban két szlovákiai magyar egyéniséget mutatok be. De mivel mindig vannak kivételek, ezért az első részt rendhagyó lesz. Úgy gondoltam, hogy a Somorjai Csali Néptánc Együttes megér egy teljes misét. Akarom mondani, egy teljes adást. Még egyszer. Nincs replay. Megtanulni táncolni nem fogok, de a Csaliról sok mindent megtudok. Nagy Mirtil már több éve vezeti az együttest. Ha lehet azt mondani, akkor neki tényleg a néptánc az élete. Néptáncos családból származik, táncolt a Szőttesben is, és néprajz szakon végzett az egyetemen. Szóval, nála jobb vezető szerintem nem is létezik. Mikor alakult a Csali Néptánc Együttes? Pontosan meg tudom mondani, napra pontosan, pedig elég régen volt. Mi az egyik legidősebb gyermeknéptánc együttesek közé tartozunk itt Dél-Szlovákiában. Szeptember 1-én 1978-ban. Azt is tudni, hogy mennyi emberrel, vagy hogy, tehát hogy volt erre igény, hagyományt teremtettetek-e? Hát én megmondom őszintén, azért ennyire a részleteket nem tudom, mert Én nem vagyok Somorjai. Én csak 15 évvel ezelőtt költöztem ide Somorjára. Én szepsi vagyok, és ott táncoltam egy gyerekcsoportban. És én úgy tudom, a hírekből, meg a most már anyukák, akik a Csaliban kezdtek, és a gyerekeiket hordják ide, hogy azért alakult meg a gyerekcsoport, mert volt már egy felnőtt csoport, és hogy nevelje nekik az utánpótlást. De aztán annyira ügyes volt ez a csoport, egyre több gyerek lett, hogy aztán én úgy tudom, hogy már első év után már három korcsoporttal dolgoztak. Az szerintem egy ilyen 60 gyerek biztos. És hogy csöppentél bele? Tehát mi volt a motiváció? Mondtad, hogy néptáncoltál. Igen. És akkor... Hát én azért nekem van egy néptáncos, elég komoly múltam. A Szőttesben táncoltam, vezettem és koreografáltam. És mikor családot alapítottam, utána leköltöztünk ide, és a Szőttest abba hagytam, mert már nem tudtam felutazni a próbákra, már nem volt erre időm. És akkor szólított meg a gyerekcsoportnak a vezetője, Valacsai Franciska. Látta, hogy itt téblábolok, hordom a lányom, hogy kihasználatlanul heverek itt, és hogy nem foglalkoznék-e az idősebb lányokkal, és hát így kezdtem el a Csaliban dolgozni. Vissza tudsz emlékezni az első próbára, hogy ez milyen volt? Hát ez szörnyű volt, mert volt 5 vagy 6 nagy lány, akik már túl nagyok voltak a kicsi gyerekek közé. Meg kell, hogy mondjam, hogy én egy ilyen kicsit hullámvölgyből való kimászáskor kerültem ide, mert a Franciska néni is, aki vezette a csoportot, ő beteg volt, 1-2 évig nem működött, aztán pont újraindította, jöttem én, és akkor úgy még az első 2 évben még elég kevés gyerekkel dolgoztunk, de aztán beindultunk, és jöttek a gyerekek. Az első próba az ilyen hektikus volt, én se tudtam, mert gyerekekkel még sose dolgoztam azelőtt. 15 évvel ezelőtt ugye belecseppentél itt ebbe a pezsgő kulturális életbe, és akkor most a Csalinak hány csoportja van, mit lehet róla tudni, hány gyerek jár ide, mert ugye hagyományt teremtettetek. Ezért ezt
nem túlzást kijelenteni. Hát a hagyományt azt nem mi teremtettük, akik most vezetünk, illetve kivétel a Franciska, aki 81-től itt van az együttesben, hanem mi tulajdonképpen ezt a nagyon erős hagyományt még további. Jobban megerősítettük, én úgy gondolom, mert azelőtt a csoportvezetők vagy a néptánccal foglalkozó pedagógusoknak még nem volt olyan szakmai hátterük. Értem. Nem kellett ennyire érteni hozzá, most már nagyon nagy, magas követelmények vannak, még a gyerekcsoportok irántokkal szemben is. Komoly szakmai háttérrel kell rendelkezned, sokféle tudással, hogy a gyerekekkel foglalkozhass, meg hogy magas színvonalon tud ezt a műfajt művelni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy azzal, hogy jött egy friss erő, egy fiatal erő, habár 15 évvel ezelőtt voltam fiatal, most már annyira nem, de mégiscsak egy szakmai, komoly szakmai múlttal rendelkeztem, meg néprajzot végeztem egyetemen, tehát egy más minőséget tudtam hozni, és azzal megerősíteni az együttest. Olyannyira, hogy most hány csoport van? Hogy most 4 gyermek korosztállyal foglalkozunk, és egy felnőtt. Tehát az is most kicserül. Tavaly még ifjúsági csoportunkból már felnőtt néptánc együttes van. Teljesen laikusként megkérdezném, hogy milyen egy próba folyamat, tehát hogy indul el, tehát hogy mennyi időtartalmilag, tehát hogy meddig próbáltok? Karcsoporttól függ, ugye a legkisebbek, azok a iciri-picirik, azok avadások és elsősök. Hát őnekik egy órása próbáljuk, az untig elég, nem is kell több. A tőlük magasabb korosztály, ott már heti egyszer van másfél órás próba. Ők a pici csali, és aztán van a kis csali, nekik már heti kétszer van másfél óra, és az én nagy csali csoportomnak, akik most éppen bent próbálnak, nekünk heti 2 alkalommal van 2 órás próbánk. Egy próba folyamat az úgy néz ki, hogy kezdünk bemelegítővel, ilyen kardio gyakorlatokkal, hogy kicsikét a szív meg a izmok beinduljanak, mindenféle utána jönnek a nyújtó gyakorlatok, ismét ilyen gyorsító gyakorlatok, akkor vannak erősítő gyakorlatok, tehát az izomzatot is fejlesztjük, nem csak a táncra összpontosítunk, mert ahhoz, hogy valaki jó táncos legyen, egy csomó mindenre szüksége van hozzá. Utána jön a technika, az már inkább ilyen balett, meg ilyen dolgokat csinálunk, ezzel eltelik egy óra, és akkor a következő órában néptáncolunk. Ez változik akkor, ha versenyre vagy valami nagyobb fellépésre készülünk, akkor ezt a egy órás felkészítő folyamatot ezt azért lerövidítjük. Nagyobb előadás, ez mit akar? Hát például az országos verseny, vagy Magyarországra is járunk régiós versenyekre, nagyobb fellépés, például az évzáró műsorunk, vagy ha valahova elmegyünk föllépni, tehát ahol műsort adunk. Szakmai sikerek azért nincsenek szerintem a háttérben, tehát hogy azért szakmailag is elismertek vagytok. Mi volt a legnagyobb fórum, ahol fellépett a csali? Hát a felszállott apával. Igen? Hát az annál, szerintem annál nincs is nagyobb fórum, meg erőteljesebb, és nem is lesz. Úgyhogy az biztos, hogy felszállott a páva évfolyamok még lesznek szerintem. Nem feltétlenül biztos, hogy mi még fogunk jelentkezni, de előfordulhat még az is, de mi már egyszer megnyertük, és másnak is teret szeretnénk adni. Meg nem minden évben, meg nem mindig jön össze annyira erős csapat, mint pont akkor, mi szerencsések voltunk, akkor pont olyan volt a kiírás, amiben mi belefértünk, és pont egy nagyon erős csapatunk volt, úgyhogy, de ez nincs mindig így, de hát ezt gondolom. Jó álltak a csillagok. Kovács Bogi is táncolt a felszállott a pálvában. Ő a csapat, ha lehet így mondani, szóvivője. Bogi, mikor találkoztál először a néptánccal? Hát másodikos koromban kezdtem el néptáncolni, én sem tudom, hogy milyen okból, csak úgy megtetszett.
és azóta ez a szerelem még mindig tart. Én viszont tudom az okot. Bogi szülei is néptáncoltak. Édesapja Kovács Koppány és anyukája Edina is hosszú évekig táncoltak a csaliban, akarom mondani, csallóban. Tehát a hagyomány Bogi is viszi tovább. És mi tetszik jobban, a néptánc, vagy a népzene, éneklés, vagy... Hát úgy egészben, meg a társaság is nagyon jó, szóval így komplett egész, így vonz engemet. Uh-huh. És menő néptáncolni? Igen, elég sokan járnak amúgy az iskolánkból is, a osztályunkból is, sőt a osztályunknak szerintem a 80%-a jár néptáncolni. Igen. Ide jár Somorjára? Igen, a gimnáziumba. Mondd el még, Bogi, nekem, hogy hol volt a legjobb fellépésetek eddig? Hát a Fölszállott a Pávába, az volt szerintem életünk legnagyobb kalandja, és amikor kimentünk Tajvanra. Fárasztó volt, de nagyon tetszett. Tajvanra? Igen. És mikor voltatok Tajvan? Fúha, 2016 talán, nem tudom, lehet rossz dátumot mondok. És ez a hogy ment? Repülővel ugye? Igen, repülővel vittek minket, és kaptunk olyan válogatott fölsőt is, aminek mindenkinek bele volt hímezve a neve ide, meg hogy Hungary, és akkor ott képviseltük Magyarországot. Milyen egy-egy próba folyamat? Amúgy biztos vannak nyűgös napok, biztos van úgy, hogy nincs nagyon kedved eljönni, akkor mi hoz ide téged? Hát általában úgy van, hogy egyik barátnőmmel jövünk együtt, és akkor egymást vonszoljuk. Aztán már, amikor ideérünk, akkor már megjön a kedvem, de amúgy igazából nekem mindig van kedvem járni így csaliba. Heti hányszor? Kétszer. És hány órát? Olyan 2 és 1,5 között. Ez komoly testi edzés, bírod? Igen. A bemelegítésnél néha egy kicsit zihálok, de aztán már jó. Tudom, hogy nem szabad kulisszatitkokat elárulni, de tulajdonképpen a Mirtil nénit is, tehát milyen koreográfusként? Hát igazából olyan szerintem, mint a második anyukánk, végül is vele nőttünk fel, szóval ő már úgy tudja kezelni ezeket a viselkedészavarokat, meg tudja, hogyha mondjuk pubertáskorban vagyunk, akkor azt hogyan kell kezelni, de igazából nagyon kedves, meg mindent. De úgy érzem belőled, tehát hogy úgy érzem belőled, hogy a kőkemény munka mellett azért itt van a felszabadultság is. Igen. Hogy érzed, hogy ezt a jövőbe is szeretnéd folytatni? Persze, amíg csak tudom és amíg győzem az iskola mellett, addig szeretném forgatni. A néptáncolás nagyon jó fejleszti a gyerekeket, hisz a kis táncosoknak oda kell figyelniük a ritmusra, zenére kell mozogniuk, a párjukkal kell törődniük, a térformákat be kell tartaniuk, miközben énekelniük és táncolniuk kell. Ez nagyon fejleszti a gyerekek mindkét agyféltekéjét. Mirtil állítja, hogy az életben sokkal könnyebben boldogulnak, mivel azt már megtanulják a próba folyamán, hogy hogyan kell együttműködni. Vannak hullámvölgyek is? Persze, hogy vannak hullámvölgyek. Most például a felnőtt csoportunk, ugye említettem, hogy a ifjúságiak, azok most már felnőtt, nagyon sokan leérettségiztek, és hát mennek egyetemre. Ugye most már, aki itthon marad, és el kell, hogy mondjam, rendkívül büszke vagyok, hogy a csoport miatt sokan választottak Pozsonyi Egyetemet, hogy ne menjenek el. De vannak hárman, akik külföldre mentek. Aztán beindul az egyetemi élet, már most látják, hogy olyan lesz az órarendjük, hogy egy-két próbáról hiányozni fognak. Tehát ezek mind egy kicsikét visszafogják a fejlődésnek a tempóját. Én ilyenkor mindig nagyon mérges vagyok, én hirtelen haragú vagyok, én nagyon emotív vagyok. Aztán egy ilyen 5-10 perc múlva lenyugszom, és elfogadom a helyzetet, és akkor megyünk tovább, mindig ez van. Hát itt nekünk mondjuk van egy szerencsénk, hogy ilyen, mint említettem, 40 éves múltunk van, és hát ugye egy 40 éves csoport azért beleívódik a városnak a mindennapjaiba, meg azért azt se felejtsük el, hogy itt már több generáció kinőtt. Ők tudják, hogy ez miért jó, tudják, hogy miért fontos, és a gyerekeiket elhozzák. A legkisebb gyerekek azok azért járnak már hozzák őket a szülők, a nagyobb gyerekek azért járnak, mert jó a közösség, jól érzik magukat, és akkor, ha jó, meglátják, hogy ide megyünk, oda megyünk, ide utazunk, oda utazunk, több napig el vagyunk, viszik a híreket, hogy milyen jó buli volt,
akkor eljönnek az osztálytársak is, bekapcsolódhatnak, még olyanok is, akiknek nincs családi úton közük a néptánchoz. A legidősebbek, a nagyobbak meg már azért járnak, mert szeretnek táncolni. Tehát ezek ilyen romantikus elképzelések, hogy a gyerekek a gyökereiket nevelik, és a magyar kultúrát nem, egyáltalán az csak később jön, amikor már ezt tudatosan végzik. Sokan meg fognak kövezni azért, amit mondok, de mi a gyerekeknek nem feltétlenül a hagyományt neveljük. Nagyon jó. Hanem mi magyar érzelmű és a magyar kultúrát tisztelő és szerető embereket nevelünk a folklór segítségével. Én úgy gondolom, hogy mi ezt csináljuk, és ez nagyon fontos. Somorja itt már az utolsó város, ugye már nyugatabbra nincs már magyar város, és itt is egyre kevesebben vagyunk. Nagyon-nagyon fontos szerepe van ennek az együttesnek abban, hogy ez a magyar közösség, ami még itt van, az összetartását nevelje, és hogy valóban olyan embereket nevelünk ki, akik szeretik és művelik és ezt ezért, a kultúrát. Ezért nem jó és erre viszont a folklór rendkívül jó, mert benne van a népművészetben, benne van a költészet, ugye? Igen. Fantasztikus. Én most például csináltam a lányoknak egy balladát, a Vétesség kiszóló szívem. Című balladát dolgoztam fel a lányokkal, tehát még ilyen irodalmi dolgokhoz is tudunk a néptánccal nyúlni. Van benne zene, fantasztikus zene van, hát a Kárpát-medencének olyan zenei kultúrája van, tehát megszólal a zene, és már föláll az embernek a szőre kezén, tehát annyira jó. Benne van a mozgás, tehát nagyon-nagyon sokrétű, és rendkívül jó hatású és nevelő hatású a gyerekekre. Megtanulnak tájékozódni, mozogni. Neked gondolom, pedagógusként nem kell mondanom, hogy mozgásban mennyire alul fejlettek a gyerekek mostanában. Tehát például olyan rövid a Achilles színuk, hogy nem tudnak legugolni. Leesnek, hátraesnek, nem tudnak legugolni, mert rövid az, de mert sose másztak fára, nem mászkáltak mezítláb, nem rohangáltak. És nekünk nagyon sok ilyen gyerek is van itt, tehát mi még ezt is, ezeket a tulajdonképpen ortopéd hibákat is ki kell küszöböljük. Úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű az, amit csinálunk. Összetett, nagyon összetett. És szerintem ezt a szülők látják, környezet látja, úgyhogy biztos, hogy ennek ez nagyon sokat nyom alatt van. Ugye, touchpadon még nem néptáncolt senki. Nem. Csali kincses szobája, az öltözőjük. Megmutatom neked, hogy hol vannak a gyerekeknek a csizmáik. Itt vannak a icipici csizmák. Ezek a picik? Ezek a piciknek a csizmáik, de például itt már a nagyobb gyerekeknek a csizmáik, de manapság a gyerekek akkorák, hogy például ez egy 48-as csizma, igen, egy 13 éves fiúé. Na most ez a kisebb csoportnak a csizmái, de itt vannak a nagyoké. Most azt egy ilyen pár csizma, az 150 euró. Aha. És most nézd meg, hogy itt, ott láttad, mennyi csizma van. Itt vannak a női csizmák. Ez valódi csizmák, bőr, ugye? Igen, és keményszáru. Aha. És aztán még itt vannak a férfi csizmák. Aha. Úgyhogy itt csak a csizmákban rengeteg sok pénz van. És sajnos nekünk ez a edzőruhánk, igen, mi ebben tudunk, igen, ebben tudunk dolgozni. Na, itt vannak ipolymenti kabátkák. Ezek már ipolymentiek. Kabátkák. Na ez igen. Ez. Hát tudod? Ezek mind. De milyen szép anyagból vannak. Eredeti. Igen. Ez eredetiek, igen. Gyönyörű. Én igyekszem eredeti viseleteket vinni a színpadra, mert akármilyen gyönyörű új viselet, sose lesz az eredeti, még akkor is, hogyha a rongyos látod, ki van kicsit kopva, már megrágtam, hogy még akkor is sokkal jobban mutat. Tehát hihetetlen. Itt vannak ezek martosi blúzok, ezeket például én vartam eredetiek alapján. Úgyhogy, na megmutatom még itt, hol vannak a ipolymenti szoknyák. Ezek ipolymenti ruhák, ipolymentéről. Azért ebben van munka. Munka is, és hát rengeteg érték. Hát ez nagy érték. Igen, nagyon nagy érték.
fölvásárolok eredeti viselteket, amiket aztán alapján tudok készíteni a gyerekeknek ruhákat. Felújítod őket? Felújítom, fel is újítom, meg mintának. Mintának elrakom magamnak, hogy nagyon, nagyon nagy népviselet gyűjteményem van. Megmondom őszintén, elég kemény egy ilyen néptánc próba. Bogi megígérte, hogy megtanít. De nem akarok izé, nem. Na, de én nem akarok. Nagyon béna vagyok szerintem. Köszi a lehetőséget. Majd mi megpörgetlek. Hát, táncos már nem leszek, pedig el kéne egy pár fiú a csapatba. Láthatóan többen vannak a lányok, mint a fiúk. Neked nincs párod? Nem, most úgy vagyunk, hogy több lány van. És akkor mi nem tudjuk. Ja, hogy, aha. De mindig így van. Vajon mi lehet az oka? Miért nem akarnak a fiúk néptáncolni? Száz Dávid már 8 éve táncol a csaliban. Na de azért a mostani fiatalságnál nem gyakori a néptánc. Főleg a fiúknál nem gyakori, ugye, igen. Vagy, tehát hogy hogyan ez igen. Egy fiúnak? Tehát, hogy biztos vannak barátait, majd ugye mélyre lennének. Persze, hogy. De hát ők is járnak néptáncolni? Persze, hát a barátaim nagy része néptáncol szintén, osztályomban is nagyon sokan néptáncosok. És hát igazából az elején mindenki gondolja, hogy hát táncolni, hogy ez milyen ilyen kis lányos, vagy ilyenek. De ami után már ott vagy egy ilyen fél vagy egy évet, az után már az van, hogy a barátaid is ott vannak, és élvezed, és táncolni is jó, meg boldog vagy közben. Uh-huh. Kikapcsolsz, milyen érzés persze, táncolni? Hogy... Például milyen? Nagyon jó érzés táncolni. Hát teljesen tényleg kikapcsolsz. Van olyannak, ezt a táncostársnak tudja legjobban elmondani, ő szokta mindig mondani, hogy van olyan, hogy elkezd táncolni, és aztán csak hirtelen megáll, és aztán fölébred valamikor, és nem is tudta mit csinál, csak hogy táncolsz valamit. Ezt főleg ő tudja elmondani, de nekem is vannak ilyen érzéseim. Egyszer egy haverom mondta, hogy nem az a ciki, ha táncolsz, hanem az a ciki, ha nem tudsz táncolni. Szóval én még sok-sok 40 évet kívánok a somorjai csalinak. Egy biztos, én eddig is a rajongójuk voltam, és ezután is az leszek.